Izrael egyik különleges helyét szeretnénk bemutatni önöknek, a nagy Heródes által épített Heródiumot. Tartsanak velünk! Nagy Heródes király apja Edomita volt, anyja Nabateus, a romaiak által került hatalomra, és a zsidók királya akart lenni. Heródes személye, építészete és uralkodása a mai napig foglalkoztatja a kutatókat az egész világon. Az izgalmas régészeti leletek mellett nagyon sok emberben Heródes negatív érzéseket vált ki a mai napig. Izraelben a mai napig se ember, se utca nincs róla elnevezve. Kitűnő politikusként uralkodása végéig élvezhette Róma támogatását. Kiemelt támogatója volt a római kultúrának és építészetnek, másrészt próbálta magát elfogadtatni a zsidó néppel, erre példa a szentély újraépítése. Mivel nagyapja betért, Heródes zsidónak számított, és ez kihatott az építészetére is. Inkább a disznó jelennék, mint a gyereke, mondta róla Augustus császár. Paranoid betegsége miatt nagyon sok ártatlan ember lelte a halálát, és nem kímélte saját családtagjait sem. Itt állunk Heródes egyik palotája előtt, amit önmagáról nevezett el, és az egyetlen, amit a semmiből épített föl. 12 kilométerre vagyunk Jeruzsálemtől. Mivel ez volt az egyik kedvenc palotája, ezért azt szerette volna, hogyha végső nyug helyévé is ez válik. Heródes időszámításunk előtti 28-ban kezd el Heródiumot építeni, amit saját magáról is nevez el. A palota együttesnek két része van, a most kevésbé jó állapotban lévő alsó Heródium. Ez egy palota, hatalmas medence, fürdőház és egyéb Heródeskori épületek romjait tartalmazza, valamint a felső rész, amely egy részben mesterségesen felépített vulkán alakú hegyen áll. A felső palota négy toronyból állt, amelynek mindegyike elérte a 7 emelet magasságot. Privát fürdőház, udvar, római színház, fogadótermek tartoztak hozzá. Minden luxussal és kényelemmel ellátott, freskókkal és mozaikokkal gazdagon díszített épületegyüttes volt, ami Heródes és vendégeinek szórakoztatását szolgálta. Halála után a palota elhagyatottá vált, majd később a Barkoba felkelők foglalják el. ban ásatásokat végeztek Heródes sírja körül, ahol több száz érdekes leletre bukkantak. Ezeket 2018-ban újra vizsgálták, és egy gyűrűt találtak köztük, amelyen görög betűkkel a Pilátus név található. Természetesen ez nagy feltűnést keltett, hiszen egy újabb régészeti bizonyíték lehet Pilátus jelenlétére Júdea területén. Utoljára bizánci szerzetesek veszik birtokba a helyet, akiket a 7. században a perzsák üldöznek el. Heródium ezek után az újkori ásatásokig feledésbe merül. Az első zsidó háború után, a 2. században a zsidóknak volt még egy próbálkozásuk a római ig alerázására. Jeruzsálem közelsége adja, hogy nagy valószínűséggel ez volt a logisztikai központja a lázadásnak, és az alagutak, a járatok, amiket látunk, azt ebben a korban bájták a hegybe. A hegy anyaga elsősorban kréta, ami egy puha kőzet, így könnyű formálni, könnyű megmunkálni és alagutakat fúrni benne. Nem a lázadók voltak az elsők, akik kihasználták, hogy a hegy könnyen formázható. Heródes a palotához víztározókat épített a hegy gyomrába. Mivel a judeai sivatagban vagyunk, ahol kevés a csapadék, ezért gondoskodni kellett a vízutánpótlásról. A színházat Ehud Netzer találja meg. Viszonylag kis létesítményről van szó,
450-650 ember befogadására ad lehetőséget. Ami különlegessé teszi mégis, az az itt található kis magánszoba, amit az ideérkező előkelőségek számára építettek. Hosszas renoválás után ez a helység ma újra látogatható, a freskók egy része eredeti pompájában tekinthető meg, a többit pedig látványos filmek segítségével elevenítik fel. Öt nappal Heródes fiának kivégzése után Heródes is meghalt. Ezután intézkedtek a király temetéséről. Archelaosz nem kímélte a költséget, és hogy minél fényesebb legyen a temetés, az elképzelhető legnagyobb királyi pompát fejtette ki. A ravatal színaranyból volt, drága kövekkel kirakva. Takarója gyönyörűen hímzett bíbor, és a rajta nyugvó holttest ugyancsak bíborszövetbe volt burkolva, fején ott volt a királyi fejdísz, fölötte aranykorona, jobb kezében kormánypálca. A ravatal mellett a király fiai és a nagyszámú rokonai sorakoztak fel, mögöttük a testőrség katonái, a trákszakasz, a galleusok és a germánok, mind teljes harci vízben. Előlépkedett a hadsereg többi része, az ezredesek és századosok vezetésével, ugyancsak teljes harci vízben. Utána pedig 500 szolga és szabados, ezek vitték az irattereket. Így vonultak a holtessel a 200 stadionja fekvő Heródionba, ahol az elhújtat végakarata ellenében eltemessék. Így végezte életét Heródes. Még halála előtt Heródes elrendeli az épületek lebontását, földdel való feltöltésüket, hogy csak a mauzóleum álljon, és már messziről hirdesse dicsőségét. Heródes sírjának a makettjénél állunk. Ehud Netzer professzor, aki az életét arra tette fel, hogy Heródes sírját megtalálja, 2007-ben itt találta meg a sírt, majd az ásatásoknál szerencsétlen baleset következtében az életét vesztette így. Ha Izraelben nyaralnak, kiránduljanak velünk. Viszontlátásra!